Mára megkérdezni, valaki itt volt azon a, rajtad kívül azon a félfény koncerten a hajón, ami 2014-ben volt. Hát akkor ti még meg se születtetek, nem baj. Jó, több feldolgozás nem lesz, következnek a slágerek. És valamit még kérdeztetek, nem? Haver, igen, hát... Havernek ilyen sok, ilyen különösebb története nincs, ez ilyen opportunista dolog volt, megírtam a kamasz életfelt, akkor a 20 éves korom idealizált változat, tehát valóban bemindenezve táncoltunk nagyon sokat a teraszon, mert ez egy kicsit kevéssé bölcsészes volt, mint amennyire én ezt megírtam, mert így a számot hallgatva úgy tűnhet, mintha ilyen ELTE BTK-sokkal, vagy ugye esetemben STA BTK-s szabad bölcsészekkel töltöttem volna az időmet, miközben jellemzően inkább ilyen izzadságszagú bajai drogosokkal. Nagyon jól éreztem magam egyébként. Nem mondom, hogy magam is egy voltam közülük, de időnként szerettem a világukba belekóstolni. Na mindegy. Soha nem veszi fel a telefon, és mindig lenyúlja legjobb ruhát. Én meg napokig keresem a fát között az őszi esőben, a utca sarkon állva. Soha nem veszi fel a telefon, és minden régi dolgot elfelejtett, de én akkor is ugyanúgy szeretem, mert csak ő érti, amit igazából mondok. És nem kérdez semmit, ha fáradt vagyok, nem számolgatja, hogy ki volt a jobb. Hátra tett kézzel az esőben áll. Soha nem veszi fel a telefon, és mindig elalszik a filmek felénél. Máskor napokig ébren van és eltűnik, de csak ő látja, amit igazából látok. És nem kérdez semmit, ha fáradt vagyok, nem számolgatja, hogy ki volt a jobb. Hátra tett kézzel az esőben áll. Szóló! Valaki megúrolta. Iron Maiden. Soha nem veszi fel a telefon, magányos éjszakák a konyhákban ülve, néha szomorú és más helyekről álmodik, de csak ő érzi, amit igazából érzek. És nem kérdez semmit, ha fáradt vagyok, nem számolgatja, hogy jó.